Parancsoljon alelnök asszony, jönni a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Csökken a termékenység, a több gyermekes családok elszegényednek, nő a gyermekek sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények száma, az egy nevelőszülői háztartásban növekedő gyermekek aránya szintén növekszik, és a közösségi média rombolja a gyermekek mentális kompetenciáit. Ezek azok a legfőbb pontok, amelyeket a gyermekvédelem kapcsán diagnózisként föl kell állítanunk. Előre szeretném bocsátani, hogy nem fogok beszélni sem a kormányról, sem a baloldalról, illetve a baloldali kormányzás idején elkövetett bűnökről. Én kizárólag a gyermekekről és kizárólag a családokról fogok beszélni, mert úgy gondolom, hogy ennek van értelme, és ez az, ami előre visz bennünket. Illetve ezzel szeretném kifejezni az őszinte elkötelezettségemet a gyermekvédelem ügye iránt. Előre szeretném bocsátani, hogy számomra a gyermekvédelem alapja, alanya a család. Hogyha egészséges, épp családban tud felnőni egy gyermek, ennél nagyobb védelmet nem tudunk számára biztosítani. Ezért kell elsődlegesen arról beszélni, és azzal kezdeni a gyermekvédelemről szóló vitanapon a felszólalást is, hogy sajnos Magyarországon egyre kevesebb gyermek születik. A KSH statisztikái szerint a termékenység ismételten a sokkoló 1,4-es szint alá csökkent, 1,39, pedig néhány évvel ezelőtt még 1,59 is volt. Kimondható tehát ez alapján, hogy még a kisebb elért eredmények sem válságállók a családpolitika területén, és a demográfiai katasztrófa elkerülésére egyre kisebb Magyarországnak az esélye. De sokkoló az az adat is, amelyet szintén a 2022-es évben már tapasztalhattunk, ugyanis különösen nagyot nőtt a szegénység kockázata a két gyermekes és a három vagy több gyermekes háztartások esetében, míg a gyermektelen háztartások minden típusában csökkent. A két gyermekeseknél 7-ről 12%-ra emelkedett, a nagycsaládosoknál pedig 21-ről 30%-ra nőtt. Tehát csak ebből a két csoportból 30 ezer háztartás, vagyis 130 ezer ember csúszott bele a szegénységbe. Ha inflációk követők lennének a családtámogatások, akkor ez nem történt volna meg, vagy legalább mérséklődött volna ennek a hatása. A bűnügyi statisztikák szerint a 14 éven aluli gyermekek sérelmére elkövetett erőszakos, illetve a 13 éves korúak, 0-tól 13 éves korúak által elkövetett regisztrált bűncselekmények száma is nőtt 2021-ről 2022-re. És nem elhanyagolható az a közösségi médiának a káros hatása a gyerekeknek a mentális életmódbeli komplex dezorientáltságot okozó közösségi és szociális életet, kompetenciákat romboló hatásmechanizmusa, miközben a magyar fiatalok körében 3-ból 2-nek van Facebook profilja, Magyarországnak nincsen stratégiája ezen mentális problémák kiküszöbölésére. Hogyha szűk értelemben a gyermekvédelemről beszélünk, és a gyermekvédelmi szakellátásról, akkor azt látjuk, hogy a szakellátásban nevelkedő kiskorú gyerekek száma tovább emelkedett, miközben a népesség csökken. 2016 végéig kellett volna stratégia szerint minden családjából kiemelt 12 éven aluli gyereket nevelőszülőnél elhelyezni, azonban ez máig nem sikerült Magyarországnak. A nevelőszülők terheltsége is egyre növekszik, egyre több gyermeket nevelnek egyidejűleg, míg 2000-ben átlagosan egy nevelőszülői családban nevelkedő gyermekek száma 2 egész volt, 2021-re ez 2,7-re emelkedett, 22-re pedig 3 fölé nőtt. A nevelőszülők átlagos életkora 52 év, és több mint harmaduk 51 és 60 év közötti életkorba sorolható. A Mi Hazánk mozgalom szerint fókuszponti beavatkozásra van szükség, és ezt sem a mostani kormányzati stratégia, sem ennek a vitanapnak a stratégiája nem rendszerezi kellőképpen. Alapvetésnek kellene lennie, hogy az alapellátási rendszerekhez mindenkinek joga van hozzáférni, és
a gyermekvédelem, vagy a gyermekek védelme az már el kell, hogy kezdődjön az anyamében, illetve a születés körülményeinek a megfelelő biztosításakor is. Ez külön megérne egy vitanapot, hogy az elmúlt évek intézkedései hogyan tolják el a magánellátásba, a fizetős ellátásba az édesanyákat, már a szülések idején is, amelyet nagyon sokan sajnos nem tudnak finanszírozni. És meg kellene jelennie az ilyen stratégiákban az egészséges személyiség kifejlődéséhez való jognak is a gyermekek szempontjából. A családtámogatásokat úgy kell megalkotni, hogy azok a gazdasági krízisek hatásait ki tudják védeni, mert hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor teljesen fölöslegesen beszélünk akár a gyermekvédelemről, akár bármilyen más gyermekeket érintő szakpolitikákról, legyen szó az oktatásról, a szociális rendszerről. Szükség van olyan nagymértékű fejlesztésére az állami szociális hálónak, amely ezeket a legelesettebb, legnehezebb sorsú gyermekeket is segíteni tudja. Nem elég hatékony a prevenció és az úgynevezett kapuőr funkciója a gyermekvédelemnek. Ezt nem lesz időm sajnos arra, hogy minden egyes pontot hosszan kifejtsek, de azt látjuk, hogy a szakellátásba kerülés tipikus okai a szülők életvitele, mentális betegségek, nagyon gyakori a bántalmazás vagy az elhanyagolás. Ezért, hogyha a családokat, illetve az ilyen körülmények között élő gyerekeket ezektől a hatásoktól sikerülne megvédeni, akkor eleve kevesebben kerülnének be a rendszerbe. A rendszer túlterheltsége is rendkívüli mértékben jellemző, mind a férőhely, mind a szakember hiány tekintetében hiányzik nagyjából 1500-2000 nevelő szülő, nem beszélve arról, hogy a gyámok leterheltsége is a törvényben meghatározott mértéknek a többszöröse. Ugye a jogszabály alapján egyetlen gyámhoz 30 gyermek tartozhat, a valóságban azonban sokkal magasabb esetszámmal kell dolgozniuk, ez a leterheltség nyilvánvalóan nehezebbé teszi, hogy olyan bensőséges kapcsolatot tudjanak kialakítani a gyerekekkel, ami a bizalom kiépítéséhez szükséges. De beszélhetnénk a gyermekjogi képviselők számáról is. A közel 23 ezer gyermek érdekképviseletét mindössze 16 fő látja el, így nyilvánvaló itt is, hogy a kapacitásuk és a lehetőségeik nagyon korlátozottak. Arra is szükség lenne, hogy akár bekerül egy gyermek ebbe a rendszerbe, akár nem, az ő bevonásuk megtörténjen, és tisztában legyenek egyáltalán azzal, hogy milyen jogaik, milyen lehetőségeik vannak, és ezekkel pontosan hogyan tudnak élni. Mindezen problémák nagy része visszavezethető az alulfinanszírozottságra, a rendszerre a magyar állam mindössze a GDP 2%-át fordítja, ami az Európai Uniós átlag alatt van, ami 2,5%. Ezt fel kell emelni ahhoz, hogy az a már említett túlterheltséget csökkentsük, a szakember hiányra megoldást tudjunk találni, illetve több nevelőszülőt be tudjunk vonni a gyermekvédelembe. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága is megállapította, hogy a gyermekvédelmi rendszernek a szakmai ágazati irányítása teljesen szétdarabolt, és ezért a különböző szakmai egységek között sokszor kommunikációs hiányosságok vannak, amelyek további problémákhoz vezetnek. És végül, de nem utolsó sorban, a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálására és a tanulságok levonására is sokkal alaposabb mértékben lenne szükség, hogy ezt újra és újra rendszeresen a jelzések alapján mind a szakellátásban dolgozó szakemberek, mind a kormány pedig megtenné annak érdekében, hogy ezeket a hiányosságokat pótolni tudják, és ebből a rendszer szintű tanulságokat levonhassák. Mivel nagyon kevés idő áll rendelkezésre ezen vitanak kapcsán, így csak arra volt lehetőségem, hogy felvillantsam azokat a problémákat, amelyek megoldásra várnak, illetve javaslatokat fogalmazzunk meg. Egyúttal kifejezzük elkötelezettségünket a gyermekvédelem iránt, a mi hazánk számára minden egyes gyermek közkincs és a gyermek áldás. Köszönöm a figyelmet!